Sziasztok! Üdvözletetem minden Balsáról! Nyírvidéki kisvasútnak egy másik szakaszát fogjuk most bejárni. Herbinatonya felől innen érkezik a vonat, és itt volt egy delta vágány, viszont ami a lényeges, az errefele van. Itt a Balsa-Tiszapart fele vezető vágány, meg a Tisza hídnak a romjai. Most egyelőre ezt fogjuk bejárni, aztán majd, hogyha Tiszapartig eljutottunk és innen visszajövünk, még megnézhetjük a delta vágányt, ami ez az a vágány, ami már nem volt használva akkor sem, amikor még üzemelt a kisvasút, mert innen jött. És a Balsai vasútállomás pedig ugye valahol arrafele van. A vágány ott Herbinatonya. Igen. Fele. Bizony, hát errefele ment Herbinatonya fele, és ez egy ilyen üzemi vágány, de ez már nem volt használva. Ja, csak valahogy jussunk át a dzsumbujon. Hát azt meg, azt én nézem itt az utolsó váltó után, hogy mekkora dzsumbuj van. Ott jussunk át valahogy. Hát mindjárt megpróbáljuk valahogy. Elvileg egy 2-3 kilométeres szakasz, úgyhogy nem kéne probléma legyen, csak valahogy jussunk. Hát nincs az annyi se. Ugye pár száz méter. Hú, na ezt nézzétek, de hát itt már komplett fák tőttek ki itt az űrszelvénybe. De megpróbálunk áthatolni rajta. Már tűnik túl egyszerűnek. Viszont a sinek megvannak. Ó, hát az annyi megcsípett már ezen a héten, hogy már egyel több vagy kevesebb itt számít. Tűha! Hát az biztos. Bár ha már Balsáig járható lesz már első körben, az is jó nekünk. De az is biztos, hogy ide azért gépi szerszámok fognak kelleni. Az biztos. Na. Hát haladunk előre, amennyire lehetséges. Hát látjátok, hogy küzdünk itt az elemekkel rendesen. Van egy kis kitapusva út, csak már igen, jársz kell szerintem. Jó, szerintem nagyjából a... Ott vannak a sinek is, hogyha megnézed. Második ukrán front járt erre utoljára. Ezt nézzétek, itt van egy kerülő út, legalábbis itt erre megpróbálunk itt erre elmenni. Sok a csalán, az biztos, de hát mindegy, én már hozzászoktam a héten a csalán csípésekhez, úgyhogy igazából meg se érzem, de hogy reumások nem leszünk, az biztos, hát amikor itt a nógrádi erdőkbe kirándultunk, ott is egy ilyen 100 méteres csalán erdőn kellett átmászni, és az se volt probléma. Hát eddig úgy tűnt, hogy itt lehet haladni. Aztán ki, de hát... Nem tudom, hogy itt hogy tudunk átmenni ezen. Sehogy. Hát talán itt még, mert ezek könnyen törnek. Ezt nézzétek, ezen a betonúton tudtunk bejönni egyébként a... Megyünk, de valahol itt lesz a vége. Ott annál az épületeknél kéne, hogy a vágányokba beleszaladjunk, úgyhogy nem megyünk tovább. Az út arra, hogy igen. Kéne szaladjunk a sinekbe. Ezt nézzétek, megtaláltuk a sineket, itt van a vég. Itt van a vége, és a Tisza híd az egy kicsivel arrébb volt. Ez már csak egy csonka vágánya volt neki, igen, de... ide betereltek, szerintem ott... De régebben itt volt valahol a komp. De csak ott van ilyen töltés, szerintem ott igen. Volt végig arra felé egyenesen. Ja, biztos, de egy odabbi, miután felrobbantották a hidat, itt járt egy komp, amelyik még a vonatokat, vagy az utasokat átvitte egyik oldal a másikra, amikor még működött a Sátoraljai helyi kisvasút is. Menjünk, nézzünk el arra. És akkor errefele kell menni, itt lesz. Itt vannak a sinek. Hát most eddig vannak meg. Szerintem ott, ahol van a töltés, ott mehet egyenesen. Ott lesz, elvileg két hídpillér még megvan. Ja. És azt nézzétek a fedett mozdony szín, hogy pont azért a sátor alatt mennek át a sinek. Tehát ezt nézzétek, és ott van a Tisza hídnak az egyik maradványa. A felvezető töltés, ott ahol a villanypóznák mentek, arra mentek a, azért, vagy arra ment a kisvasút. Meg egyébként ugye a kisvasút itt átment Sátoraljaújhely fele tovább, csak... Hát a Tiszán keresztül. Csak hát itt volt azért Balsa Tiszapart állomás, ami ilyen több vágányos rendező volt, vagy hát... Ilyen tárolóvágányok voltak mindenfele. És a második világháborúnál robbantották fel a hidat. Igen. Menjünk, akkor nézzük meg a hídnak, az egyik hátra tudunk menni.
Hát, hogyha valahol fel tudunk menni, az jó lenne. És látjátok, itt volt a Balsa, itt ez a híd. Megvan még itt a hídfő. Hídfőlér még megvan. Várjon, csak itt vannak az emlékmű táblák. És itt vannak a képek is róla. Meg szöveg is hozzá. Igen. Na, megvagy? Aha. Itt közelebb megyek, megnézem. Ja, itt az építéséről is van. Semmi nincsen szinte. És itt még emléktáblák is vannak. És itt volt a másik oldalt. És csak ez meg 2020-as tavaly. És egyébként tényleg ezt tavaly állították. Ez és ott a túloldalt van. A másik oldalt ott viszont már semmi nincsen. Hát nem, azt úgy eltüntették, mint a soha nem lett volna. Azt lebontották a gecibe. Kerékpározni jó. Itt ezt nézed így szemben, akkor egy szemből Aha, és ezt nézd meg, itt volt. Ezt egy jó pár évtizedre lebontották. És itt volt a Tisza híd, és nézd meg, a látogatóközpontot raktak ide. A szélére, jó. Várjál, viszont itt még lehet, hogy fel tudunk valahol menni. Ökoturisztikai központ, és ez az út viszont nem arra megy, tehát töltésre itt nem tudok fölmenni. Az biztos, és a másik oldalt se látok semmit. Úgyhogy ennyit, itt nem tudunk mit csinálni. De még a Balsai vasútállomás majd megnézzük. És egyébként itt volt a híd. Ide lehet képzelni, hogy ott ment át, a túloldalt nincsen semmi, ott már ilyen szabadság, meg ilyen horgásztanyák vannak. És hát ez pedig a Tisza. De azt gondolom nem kell bemutatni. Na, ezt nézzétek, akkor most sétálunk vissza a település fele. Eljöttünk a Tisza partig, elkapott minket egy hatalmas nagy zuhi. És most szinte semmi nem látszik belőle. És most sétálunk vissza a faluba. És elnézel arra, még mindig hallottuk, hogy morogat. És ebből még lehet még egy nagyobb zuhé is. Hát valószínű, hogy azért lenne jobb minél hamarabb találni valamit. Azért, de hát visszamegyünk a fő utcára, ott több esélyünk van, hogy bármit találunk, ami nyitva van. Kisvárdáról meg buszol a Dombrádra. Hát igen, de Dombrádig kell valahogy eljussunk. Ez a fő cél. Mutasd el azt a részt, hogy milyen dzsumboly van ott megy bent. Igen, arra mennek a sinek. Azért nem is tudtunk erre jönni. És ezt nézzétek, ennyi lett volna akkor ez a videó. Most 20 perc múlva fog kb. Indulni a busz, amivel vissza tudom menni Rakamazra, ahonnan már van vonat. És ez lesz a Balsai. De akkor itt lesz lezárva. Akkor elkapott minket egy zuhét, és sikerül besétálnunk Balsától a Balsa visszapartig a vágányokon is. Nagyjából ennyi, tehát még a vasútállomáson is sikerült elmenni, mert pont akkor esett a legjobban. Okay. Ez a videó is ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!